Vigyen belőle a feleség.
már jobban van szegény, csak persze még jönni egy kicsit. Igen, hát reggel főztünk a nővéremmel egy kis húsleves, ő is így belőle annak a szegény Mr. Benicinek, rögtön hozom, helyezik magukat a ti kényelemben. Aranyos teremtésre a két kisasszony, mindenhol megjelenek, hogy a hozzúségban rájuk. Ugyan jól lenne már szólni nekik, hogy ne tegyenek annyit, nem éri meg? Nem is gondoltam, az emberek elég szólott annyi szívúság, hogy a két úszállányra. Ezredes úr, megígértem, hogy máskor nem fúj a kürtbe. Sajnálom, miniszter tanácsot kell tartanom, hogy tudjam a nép kívánságát teljesíteni. Éjszaka is beleszokott fújni a kürtbe, a szomszédok minket szívnak miatta. Félnek tőle. Ugyan ártalmatlan bolond ez. Fogalmam sincs, hogy ő kerületett a kapufiók ebben a rendes családban. Nem értem. A hölgyek testvére teli apja egy valóságon zseni volt. De úgy hallottam, nem csak én, hanem az apu is. Teli nagyapja egy kisé bolond volt. Tudom, bolond volt, Nyilvos. Nyilvos? Itt Európinban? Igen, ami a kurzsó volt az öreg. Egy bárcérmester még emlékszik rá, ebben a házban rendezte a klinikáját. Itt kurzsózott a rendereket. És úgy hallottam, hogy kis picit is elkövetett. Igen, az előjáróság sohasem bántotta. Nagyon használható ember volt, különösen, ha megnyegezte magát. Az nem baj, akármit is csinált, de vele biztosította a lányom jövőjét. Hála Istennek! Olyan is, olyan mindegy, hogy tesz vagy jót az emberekkel. Hát igen, én mondtam, meg vagyok elégedve a jóságukkal, hát ez van. Egyszer egy nyilvántartó irodában, unalmamban végignéztem a kiadószobák erdélyét, és ugyan mit találtam? Ez a házi sajna volt. Hát nem kedves a hölgyektől, hogy itt törültek a hajléktalmakkal. Hát állandóan segíten kapott a szegény embereket. Na hát, ennyi, rendben, milyen kedves hatunk. Jó estét, Miss Duster. Jó estét, tiszteletes. Jó estét, Miss Klein. Jó estét, Miss Duster. Ha nem haragszik, betöltünk ide a karácsonyi játékokért. Na, réges-régen összecsomagoltuk kedi játékait. Ez is nem van az emeleten. Gyuri látszik a minisztertanács zárt üléstart, ezért később játékokról. Persze, persze. Remélem, Miss Bobby, jobban van. Most már jól érzi magát, hiszen egy kis húsleves készítettem én. Igen, reggel főztünk egy kis húsleves. Én is vittem annak a szegény embernek, aki eltörte a lábát. Na, hát már otthon is vagy. Hát ott van az a szegény Mr. Benicki. Drágám, akkor tartok komolyan beteg otthon nálad, akkor is azt mondja. De remélem meglátogathatjuk, vagy küldhetünk neki valamit. Jaj, de hogy? Azt mondta, a kórházi szabályzat ezt nem engedi. Látnál már ilyet? Túl sokat dolgozok a hölgyeim, egyszerűen belefáradtam, majd látja. Na, itt a leves. De vigyázzon, kiregülél, mert nagyon jó ám. Köszönöm, Izeli. Ó, de jó lenne, ha örülnének neki a gyereket. Ó, még egy kis fia valóságban él halajátékban korábbiak. Ohó! Hát tudja, ki tart a kezébe? Málusztábornak, most engedte nyugdíjba. Az a legjobb, jó. Teddy, tedd le szépen a kezedből. Ne, nem teszem, az Oregon most indult el Ausztráliába. De te tudj érve! Most már! Most éve indulunk haza. Nagyon szépen köszönünk mindent. Nem kérünk érte köszönetet, jó éjszakát. Hát akkor én is mennék. Valamiért a tervelet tiszteletes úr. Igen. Jaj, Teddy, kinevezt a padlásszobát a számúlányi citadellának. És valaki megmondta már neki, hogy nem jöttek el hozzá? Nem, soha. Nem, olyan boldog. Te egyszer emlékszel valamikor nagyon régen már. Arra gondoltunk, hogy ha Washingtonnak képzelni magát, akkor abba hagyja a trombitálást. Hadd, akkor bebújt az ágy alá, és a világ semmi kincsér nem akart Washington lenni. És tudja, talán jobb is, hogyha Roosevelt-nek képzeli magát, mintha... Na, hagyjuk. Hát végül is nekem mindegy, hogy ettől boldog, és maguk is boldogok ettől, de meglátja, azért még aláírja. Micsodát? A tiszteletes úr azon fáradozik, hogy halálunk után terük felvegyék a Boldog Völgy szanatóriumba. Na, hát és miért kell ezt a papírot találnia? Hát azért, mert hogyha Isten ne adja az
magukat hamarabb szólítja magához, mint Edét, és Teddy ott nekünk elkezd morcosulni, nem akarja aláírni, megy a húsz a vonat. Szóval jobb, mint hogyha minden erőre elintézünk, aláírjuk, lepapírozzunk, és Mr. Videszpónak is ez a véleménye. Videszpón? Kicsoda Mr. Videszpón? Ő a Bolygóföld szanatóriumnak az igazgatója. A tiszteletes úr holnap vagy holnap után bemutatja Teddy doktor Videszpónnak. És akkor én megyek is, hogy még Ilén lányomat ott fog kapjam. Tiszteletes úr, csókolt adjuk Ilén, és kérem, ne haragudjon Mike-ra azért, mert színikritikus. Hát, színikritikusnak is kell lenni a világon. Sziasztok! Ma este később vacsorázunk. Mit vacsorázunk később? Teddy, menj le a pincébe, és áss egy újabb csiripet a csatornán. Roham a költözök! Ászuk! Mit vacsoráztatok később, mi lakta? Igen, szívem, ne haragudjál, meg akartalak várni, de nem tudtam, hogy mikor jössz, és a tiszteletes is éppen akkor csöngetett, amikor. És egyedül csináltad? Ó, egyedül is remekülve. Ó, akkor leszaladok meg. De ne szaladjál sehova, ne haragudj rákát. Tényleg meg akartalak vele várni, de nem tudtam, hogy mikor jössz, és tudtam, hogy a tiszteletes mindjárt jönni fog. És nyában? Nem, az ablak alatt a patkában. Ó, csak Ilén! Jöjjön be! Jó estét, Miss Epi! Jó estét, Miss Márta! Azt hittem, a papát még itt találunk. Nem, most mentem, nem találkozott vele. Nem, úgy látszik, hogy a videókat választotta. Michael nincs itt? Nincs, de miért nem jön be, kis drágám? Hát jól összeszívjuk. Egyébként Mike-t, hogy ilyen csúnyán válik magával. Vele? Persze. Nyílik az, hogy egy gentleman nem megy el a kislányé? Ó, azt hiszik, hogy annyira újdonság, mint manapság megvárat egy lányt az udvarlója. De legalább, ha csak ritkábban csinálna ilyet. Majd mi beszélünk a fejével. Felesleges. Tudják, milyen férfiakkal találkoztam eddig? Iszonyú kellemetlennek tartották azt, hogy a rejtetszifikációnak gyanakon, de Michael egészen más. Majdnem minden este színházba jár, ennyire jól még sose éreztem magam. Jaj, hát azért mi se harapszunk, ha elviszi színházba. De nem így, hogy tudja Michael, milyen darabra viheti a legpaplánát. Gondolom, hogy most mit gondolom, Kilén, hogy ilyen késő este van, és még felszerzítjük le a piszkos csészéknek. Hello, Michael! Jó estét mindenkinek! Jó estét, Epidén! Szervusz, drága! Maguk milyen csinosak, semmit se változtak tegnap óta. Szervusz, kisfiam! Jaj, Michael! Ja, tényleg, piszkosak a teáskészék, mi pedig csináljuk úgy, mint hogyha már... Mintha már pészket raktatok voltak. Tudod, mire céloztak? Fogalmam sincs. Olyan titokzatosak voltak. Találtunk felhívás kerékről. Igazad van? Fogalmaz vacsorázunk. Mindegy. Vacsorázós színház után. Jaj, az nem jó. Tudod, hogy nyomosabb problémáim vannak, mindig elfelejtett, hogy színikotikus vagyok. Szerintem, hogy szeretem a zenét. Hogy én nem szeretem a zenét? Sose hittél még operetbe, se repülbe. Ma este én veszívem, nem játszanak se operetbe, se repülbe. Sehol? Sehol. Pedig olyan szívesen hallgatnék ma egy kis zenét. Hogy tudsz rajongani az ilyen léjogságokért? Nem rajongok értek. De a zene embert csinál belőled, amikor egy drámát nézünk meg, föld alatt kimegyünk haza, és körülugrálsz minden. Roli, előadást tartasz a dramaturgiára. Amikor operettet nézünk meg, taxin visszel haza, és akkor olyan kedves vagy. Drágám, ez az a legjobb. És akkor, amikor azt a végjátékot néztük meg, azt mondta, hogy gyönyörű vagyok, és tudod, milyen jól esik az egy lánynak. És amikor az operettet
néztük, azt mondják, hogy szépen a lábaim. És valóban nagyon szépen. Honnan ismeri egy pap lánya ilyen jól az életet? Hol van? A kórusod. A kórusod. Egyszer majd édes szívem elmesélem neked, milyen szoros az összetetés a vallásosság és az erotikot. Ó, hát a vallásosság sose szálljon olyan a vallásra, mint a kórus. A kórusról jut eszembe. Mindenképpen el kell mondani a papának, hogy más ne várjon. De én csak egyet nem tudok megérteni. Mit? Hogy szeretettem bele egy brooklyni lányba? Hát bele szerettél? Az az egy vigasztal, hogy New Yorkban csíptelek fel. Felcsíptél engem? Szó. Tudod mi? Nem tudok olyan sokáig várni. És mindig megint ma is. Drága, mi ma este beszélek a papával, és azt is megmondom neki, a sürgős. Igen, lehet, hogy jobban tenném, hogyha megvárnánk azért. Papa azért elég haragos, úgyhogy talán akkor Ellő úr! Halló, Michael! Hogy szolgál a kedves egészségeheld? Remekül, fiatal barátom, van valami újság? Semmi. Az ország egy emberként áll. Hát a vörött. Azt már tudom, csodálatos. Na! Isten veled! Isten önnel, elnök úr! Isten önnel! Mi van ott, Peti? A palacsacsod. Nem szívesen beszélünk Jonathanről. Hamar elhagyta a családot. Még értünk meg rá. Nagyon furcsa ember volt. Meg gyerekkorában fogával maradtak egy kis vissza. Fogalmam sincs, hogy meghalsz. Börtönben van. Ő is toki akart lenni, mint a nagypapa. De amikor kurulzásba kezdett, bizony meggyújta valahogy olyan rendőrséggel. Ilyen későn akartok a színházba menni, gyerekek. Meggondoltuk magunkat, és vacsora után megyünk. Jó, akkor még egy kicsit magatokra adjak meg neteket. Maradjon csak, drága néni, én most hazaszaladok, és megmondom a papának, hogy esik későnök, ne várjon meg. Ó, ha sokáig tartom az imádság, majd várni foglak. A pavilon vizeit. Sietek a nevekön keresztül. Majd, hát most hallottak először a Bibliából idézni. Hát tudtuk, hogy ilyen jó hatással lesz már. Akkor hallani egy nagy újság? Feleségül leszek én. Ó, drága kisfiam! Hát várta, várta, gyere csak gyorsát, te újságot mondok! Hát várjunk is így egyesek. Jaj, Májkó, jaj, de örülök neki egyesek. Úgy aggódtuk mindig, hogy boldogok legyetek. Hát én úgy gondolom, hogy Ilén nem tudnak látni ezt egész világon. Ó, Ilén el van ragadtatlan. Nézzék csak, hogy ugrándozik ott a sírkövek között. És ilyen mit szólt hozzám? Bátyúak a lesztek! Én azt hiszem, hogy azért a legboldogabb pillanat ez, mert hogy itt történt, ebben a szobában. Jaj, ez az elérzés. Na, mi pedig írni fogunk az egészségetekre. Már maradt abból a múltkori kezdből. Ó, hát én pedig kinyitok egy üveg por. Jaj, nem látták, mondják az igataimat valahol? Hát, itt hagytad, itt is lesz. Remélem valami szép romantikus színtarabra viszed el a mennyeszögedet. Mi a címed? Megvan a gyilkos. Jaj, de csúnya címe van. Amikor felgondol a függön, tudják, mi lesz a színpad kellős közepén? Egy hulla. Emily, Márta néni, jöjjenek ide, mint a kettő. Én azt hiszem, hogy pedig minél gyorsabban a polondok házába kell csutatnunk. Már minden rendben van a szívem, hát
megtiszteletet felhozta az űrlapot, Tedinek már csak alá kell lépni, itt van, mi nézzük meg. Most rögtön nyilassuk alá, de lett van a pincébe, már is felhozt. Dehogy beszélsz annyira, nem kell úgy rohanni. Vitessük be, ha mondom, most azonnal vitessük be. Ugyan, majd, hogy beszélhetsz, amíg mi élünk, Tedi velünk marad. Drága tanulás, valami nagyon szokott dolog kell mondanom. Én mindig azt hittük, hogy Tedi ártalmatlan, hogy egy jóságos kis dolog. Köszönj ártatlan. Csak volt ártalmatlan, azért kell most azonnal belépnünk a bolondokházába. Jaj, Michael, te milyen csúnya, vagy ilyen csúnyaságot akarsz csinálni a bátyáddal? Attól tartok, Tedi nem ölt valamit. Ha, csak is elszívem. Egy hulla van az ablak patkára. Ezt a kisfiakat is tudjuk. Tudják? Persze, de semmi közel is Tedihez. Igen, csak arra kérünk, hogy felejtsd el, hogy láttad azt az új embert. Ki van az ember? Hát, nem is gondoltuk, hogy belenézzen a ládába. Hát, Hoskins, Adam Hoskins. Ennyit tudunk róla, és csak azt, hogy metodista. Ennyit tudnak róla? De hogy került oda be? Önök tették a ládába. Hát mi történt vele? Hát hogyan volt meg? Hát úgyhogy ivott a mérgezett borból. De ki tett mérget a borba? Hát Márta néni és én. Hát tudod, a borba nem lehet annyira megérezni a szagát, a teában mindig van egy kis szaga a méregnek. Önök tették a mérget a borba? Bizony, aztán beletudtam mérgezett a ládába, mert a tiszteletes csengetett. Szóval, hogy tudták? Hát nem akarták, hogy tiszteletes egy hullával együtt teázzon. Hát persze, hát képzeld el, te a közben egy hulla, hát biztosan nem örült volna neki. Hát most már csak arra kérünk is, hogy felejtsd el szépen ezt az egészet, hogy látod azt az embert a ládában. És arra kérünk, hogy Ilén neked szót se szólj erről. Na jól van. Hát persze, hogy elviszik holnap vagy holnap után. Jó, de vigyázzunk kell, mert olyan csúnya világ van mostanában. Gyermünk kell, hogy nem tudom elviszük. Hogy ezek a mai fiatalok úgy rajonganak ezekért a répfilmekért. Én bizony meg nem néznék egy répfilmet se. Haló! A szerkesztőséget kérem. El, te vagy az? Te nem tudod, hol van Niki? Nem tudod. De figyelj, mit is mondta el, mit mondta, hogy hova megyek? Mit csinál? Igen. Elmegyek Brooklynba a szint, igen. Nem tudok elmenni. Sajnos közben jött valami. Ebbi néni, Márta néni, most mondják meg, hogy mit csináljuk? Mi legyen, mit csináljuk? Jaj, kisfiam, miért mit akarsz csinálni? Hát miért történt valami? Hát mondhatod a Mártával! Mr. Hoskins, hát könyörgöd, nem hívhatom a nyakamra a rendőrséget, de valamit mégiscsak csinálni kéne, nem? Tudod, mit kellene csinálni, kisfiam? Meg kellene nyugodnod egy kicsit. És arra kértünk, hogy te leállsz, arra kértünk, hogy nyugodjál meg. Nyugodjak meg, hogyan nyugodjak meg? Hát nem maradhatok ítélet, Tomi. Na, te csak a saját fejed után mész, majd ha te is ilyen öreg leszel, mi? Akkor majd te is megérted az ilyesmit. De nem maradhat a ládában. Hát neki már lett volna a pincében, most lássa az árkot. Akarják vinni ezt az embert a pincébe? Ezt csináltuk a tőlem. Akarják mondani, van több, ezen az egyek kívül még több is van, mások. Ezt a pincében másokat is vannak. Bárcsak, Michael. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, 11-e, vagy tévedek, Ebi? Nehogy, téved, szíve! Na, ezzel együtt kereken 12-e lesz. Nem, én azt hiszem, Ebi, mégiscsak 11-en vannak. Nem, amikor Mr. Hoskins belépett ide a szobába, éppen átfutott a fejemen, hogy vele együtt kereken 12-en lesznek. De első nem számíthatott közéjük. Nem, én azt is. Igen, nem, azt is beleszámítottam.
Nem, józan vagyok, mint a pénz. Te figyelj, azért úgy érzem magam, mint egy Pirandello darabban. Na, ide figyelj, azért hívlak, mert nem tudok most elmenni, képtelen vagyok rá, értsd meg, nem megy! Na, szóval, szóljál George-nak, kérlek, szóljál! 12! Igen, azt hiszem 12 ragaszkodik hozzá, hogy számítsuk közé az első. Na jó, ki volt az első? Mr. Beachley, de sajnos baptista volt. Én tudod, mégis más volt, mint a többi. Egyszerűen bejött, és meghalt. Ez akkor volt, amikor te nem voltál itthon, és ez az ember szobát keresett. Ez akkor volt, amikor nem voltál itthon, és New Yorkba mentél. Igen. És mi nem akartuk, hogy az a szép szoba üresen maradjon. És az önök segítségével halt meg? Hát, olyan magányos öreg úr volt, és úgy megsajnáltuk. És képzeld el, amikor bejött ide a szobába, és meghalt szívinfarktusba, és pont itt ebbe a székbe, hát, akkor gondoltuk először, hogy segíteni kellene ezeken az öreg embereken. El kellene hozni a szívünkbe ezt a békét, ezt a tisztelőt. És attól fogva, ami bejött, és ebben a székbe jelenül, az meghalt. De hogy is, ha tudtuk, hogy az ilyesmi után fordul elő, maguk szörnyetegek! Jaj, Istenem, hogy mondhatsz ilyet? Emlékszem, fény szép időkre, amikor még nagyapád élt, mindig volt a házban egy-két hulla, és akkor kezdte el ásni tedd a Panama csatornát, és azt hitte, hogy Mr. Beachley malájában halt meg. És ezért azt akart, hogy tüstért ássuk el. És akkor mi levittük a Panama csatornába, belefektettük az árokba, látod, hát ne aggasz magad, tudjuk, hogy mit csinálunk. Hát ezek után, aki betért a nőkhez a szívrohamat kapott. Nem, hát ezért mondtuk, hogy az ilyesmi csak ritkán szokott előfordulni. Hát és akkor hogyan történt? Hát, emlékszel még nagypapa laboratóriumában azokra a mérgekre? De nem is tudtad, hogy Márta néni milyen kis méregkeverő? Valóságos kis patikus? Amikor kicsi voltál, neked is ő keverte a vasajtót. Viszont és akkor kezdtem el gondolkodni egy új receptem. Szóval apói vízliborba beletettem egy tetézett evőkanálnyi porszént, egy fél tejas kanálnyi szépnyét, és egy kis cián, csak azért, hogy az is legyen benne, íze kettő. Gratulálok, hogy kórosságos biztos! Hát te nem is tudod, hogy mit mondott az egyik ilyen kis öreg úr. Azt mondta, hogy ilyen pompás vízlibort még sohasem volt. Én most olyan boldog vagyok, te most megvárod Imért, ugye? Milyen boldog lehetsz, magadra hagylak a gondolataim, tudom. Nehogy bocs, a szabad valamit. De van egy új receptel, Michael. Isten mencs, Isten, nem, köszönöm. Ne haragudj, drágám, a papa nagyon látta, hogy izgatott vagyok, így elmondtam neki mindent. De vagy? Te vagy az első, persze, pontos, de azért csak várhat egy fej, tartsak kérem, Ilén.
kislányod, és nagyon szeretlek, de kérlek szépen, menj most haza, nem alkalmas a pillanat, értsd meg! Szörnyűnök vagy. Jaj, ha a feleségem leszel, remélem, hogy ennél azért megérdemled leszel, ha történik valami. Ha a feleséged leszel? Hát azt gondolod, hogy te vagy az egyetlen férfi a világon! Irén! Haj, szívem, az agyot csehettek, nem a telefonból. Jó estét kérem, tessék, csak jöjjön be. Hallom, hogy önök részt szóba van. Igen, kérem. Önök részt Krusztor? Igen, én vagyok Miss Krusztor, ez pedig a nővérem, a másik Miss Krusztor. Ha megengedi, képsz. Központi iroda? Erről akarok beszélni. Brooklynba ugatik a sárgó? Nem, szállodban lakom, de nem szeretem a szállodát. Halok központi iroda? A családja is Brooklynban lakik. Nincsen családom. De Márta! Hello, El! Itt Michael az előbb szép kapcsolt ez a nyavajás. De értsd meg, figyelj, képtelen vagyok ma este megnézni a darabot. Nem tudom. Értsd meg, nem meg. Most már szeretnéd megnézni. Jól foglalod? Ez milyen meg egy kicsit. Maga milyen templomba jár? Mert rögtön a szomszédban van egy metodista. Hát mit csinál George Bermudán? Mi a fele dolga van neki, hogyha az az én reszortom? Van még valami más is, amit tudnom kell? Igen, Presbiter János vagyok, helyesebben voltam, de mindig ilyen lárva vagyunk maguknál. Nem, kérem, az unokaöcsém nem velünk lakik. Na de valakinek csak el kell mennie a színházba. Tehát menjen az a kiputó fiú, az is ér hozzá. Nézd szét, vállaljon valamit, amit tartom. Kóstolja meg a mini pizzliborunkat, mi magunk főztük, nagyon finom. Én kérem, soha nem iszom szeszkétalat. De nagyon finom, igyon egy kicsit belőle. Pizzlibor? Igen, persze, hogy pizzlibor, mint már említettem. Igyon gyerekkorom óta nem ittam pizzlibor. Nem megy, akkor keresd meg azt a filmet, akinek titálni szoktam. Valami Joe-nak hívják, ott ül a negyedik sorba, majd a gyakadba ugrik örömébe, úgyis intézista akart lenni. A magunk kertjében nem tarigizik? Nem, de a temető tele van vele. Nem vagyok része, hagyd már békén! Nem bánom. Semmi olyat, hogy te engedj.
érdekel senkit, addig én nem vagyok itt. És hagyják Mr. Oszkiszt ott, ahol van. Igazán szép tőlem, hogy te is részt akarsz venni a ceremónián. Én a ceremónián? Jaj, Mátyát, nem képzeled, hogy csak úgy de féle, hát ott is csak ceremónia nélkül temetjük el Mr. Oszkiszt. Egy ilyen igazi metodistát. Most nem vágatna ez, amíg hazajövök? Ó, Márta, sosem gondoltam volna, hogy majd majd egyszer velünk együtt fog dolgozni. Nagyon szeretjük. Igen, emlékszem, milyen szép volt a hangja a kórusban, amit utáni nem kezdett. Majd te énekelheted a zsoltárokat, jó? Ahogy megígértem, senki nem engedne be a házat. Jó, rendben van, megígérem. Engedj. Aj, Edi, fogalmam sincs, hogy Márta miért volt máma ilyen izgató. Hát hiszen most jegyezte el idénk, én azt gondolom, hogy az ilyes mutatott érti a kiszakultat. Mint egy autót látnék közeledni a távolból. Úristen! Várjál, Ebi! Várjál, Ebi! Ez most megadott. Csöngettek! Azt ígértük Mátyónak, senkit nem eresztünk be. Várjál, te megnézz! Férfi és egyéb, sose láttam őket. Azt hiszem? Igen. Autóval jöttek, mert ott áll az autó az utca végébe. Most más? Jó van, Ebi. De tudod mi? Gyere! Csináljunk úgy, mintha nem lennék itt. Egyházán is voltam. És Chicagóban volt
Csikágóban, mi is voltunk a világkiállításon. Jaj, a forróságban Csikágóban. Csikágóban nekünk ismeretünk volt. Na, de olyan jó végre újra itthon lenni, és maguk Evinyén imádani. Semmit nem változtak, ugyanolyan édesek, kedvesek, mint régen voltak. És Edivel mi van? Mert Edi jól érzi magát, megvan. És Mike is megvan. Hát, mondjuk azt tudom, mert ott mindig látok a fogász magát a színházi nyomatúról. Mi nagyon büszkék vagyunk Mike-ra. Így van. És Jonathan, nagyon örültünk, hogy láttunk. De most megnézzük, hogy meleg-e még a sparhely. Igen. Na de, csak egy picit megyünk ide, hogyha addig el akartok menni, nem kapasz. Csónunk, innen hova megyünk? Ezt nagyon rosszul terveztük ki. A rendőrségnek erről a harcokról is van képe. Vissza kell operálnom a rendes arcodat. És még azt a Mr. Stenaxot is el kell tüntetni. Na hagyjál még én azt a gyerek borodat. Csúj, nekem még a lábam alatt a föld. Ne gondolj, Mr. Sterátora. De nem adhatunk egy hullát a hátsó üléssel. Nagyon nem kellett volna megölnöd, nem volt azzal az emberrel semmi gond. Te meg persze rögtön kinyugasztottad. Azt mondta, úgy nézek ki, mint a Frankenstein fia. De, jobban majd találunk neki valahol valami helyet. Majd nem bánom, hogy csinálok neked is valami másik halat. Még ma éjjel. Hova még ma éjjel? De előtte együnk már valamit, mert én nagyon éhes vagyok, és már nagyon fáradt. Jonathan, nagyon szépen köszönjük a látogatást, de tudtátok, hogy elmaradhattok itt, mert nem éreznéd jól magad ebben a házban, és mi se lennénk boldogok, ha itt maradnál. Az a helyzet, Evinéni, hogy engem rendkívül kellemetlenül érint, amit magamon. Persze tudom, gyerekkoromban rengeteget látottam magukat. Igen, minket nagyon sokat kínosztál. Én el is mennék, de a Dokinak megígértem. Nekem? Dokinak megígértem, hogyha visszajövünk Brooklynba, akkor megkóstolhatjuk. Márta néni főztjén. Nem, sajnos attól tartok, hogy nem lesz elég a vacsorán. Jaj, egy kis roston sült már. Igen. Roston sült? Jól van, nem bánom, de siessünk. Na, akkor maradok vacsorán. Ez az. De csak, szerintem a nénik nem nagyon örülnek. Hát most meghívtak, hogy nem hívtak el. Hát nem. Na és aztán? Azt majd erre lesz. Olyan jó lenne, ha itt maradhatnánk. A néni annyira kedvesen. Én megyek és hozom a csokat. Én várjál egy kicsit. Hát de az előbb azt mondtad, hogy... Nem menjél, ne várj meg mindenkit. És hogyha nem hívnak... Jaj, ne viccelj már, hát két értje fogyott öreg asszony, ugye? Olyan béke, és nyugalom és csönd van. Igen, én is azért szeretek itt lenni. Mert itt minden sok a réteg és nyugalom.
használt azt, hogy Londonban összefutottam az okival, az egész életet megváltoztam. Jó dolog volt az, Johnny. Képzeljék el, hogy amikor megoperáltam, annyira megváltozott az arca, hogy én magam sem ismertem rá, be kellett mutatkozni neki. Szerettem azt az arcot. Még most is hallottál. Az ember azt hinné, hogy tudták, hogy maguk
észszel, mert holnap ütesz. Meglátod, hogy olyan gyönyörűen helyre pofoztak? Hát, mondjuk az ajánlom is, mert az elpofozom, akkor menjék. Köszönjük, készen van a szobába. Köszönjük szépen, akkor mehetnek is levegődni. Mi megyünk, és hátra állunk a kocsival, hogy be tudjunk pakolni. Nem, jól van az ott, ahol van holnapig. Nem, tényleg, hogy törvényellenes, Isten meg, hogy törvényellenes, csinálj, megyek pár is, jó, de nem ott, hogy mit csináljuk? Már csak azért sem hagyhatjuk itt őket egy éjszakánál tovább aludni, mert mit szólnának a szószék? Másodszor mennek el, mint amilyen rendeik? De Ebi, mit csináljuk, Mr. Hoskinszal? Tényleg, Mr. Hoskinsz. Hiszen elfelelkeztem róla, hát szegény drágám, hogy itt vár a ládával. Jonathan nem hívva meg az eltartást, és még nem is látta Mr. Hoskinszt. Hát akkor csak gyere és nézzed meg. Ködelsz távolban nagyon meg volt elégedve az ásatásokkal, azt mondta, hogy olyan méretű, mint amilyenek tennie kell. Jól van. Kiásod az árkot? Kiásod az árkot. És azt mondom, hogy pont jó hatságunk. Jó, hát akkor majd később lemegyünk, és megnézzük az árkot, és menet megtetjük visznek azt. A malária még egy áldozatot szedettek. Azt mondja, hogy elérhetem. Hogy köszönöm, hogy ödelsz táborok? Most már mennyire légy szíves a pincét. De ezt titokban kell tartanom. Hát, de tényleg, nem mondd el semmit. Sajnálom, ez az ő ügykörébe tartozik. Mert te attól tartok, hogy nem szabad elmondani róla. Sajnálom, nem segítetek Ebi néni, hiszen tudja, szenátusi rendszer. Nem, ez államtitok. Titok? Igen, titok. Most akkor azt beszéljük meg, hogy hogy csináljuk a titokban. Na, szóval amikor mindenki lefekszik, amikor teljesen sötét lesz, te feljössz a pincéből, befogod ezt a szegény ember, és leviszed a pincébe. Na, eleve most pedig. Utána pedig majd lemegyünk mi is, és megtartjuk a szertartást. Köszírét tehetik, hogy az elnök is meg fog nyilatkozni. Hol van a szegény ember? Hát, itt a... Ez a malária, hogy puszti, az ennek sosem volt ilyen jár. Persze, te nem láttad, de most nézd csak meg, milyen jó kép, és ne felejtsd el, hogy metodista. Épp most hoztuk be a csomagokat az ablakon keresztül.